Az angol száz világ után Németországot és Nyugat-Európát is erősen kezdi befolyásolni a gender. Ez foglalkoztatta Birgit Kelle újságírónőt is. A gender szakértő elmondta, eleinte az egész nem gender mozgalomnak indult, hanem nő mozgalomnak. Kezdetben a nők jogai voltak a központba helyezve, tájékoztatott a német szakember a Matthias Corvinus Kollégium szerda esti könyvbemutatóval egybekötött kerekasztal beszélgetésén. A német politikában és a közéletben már 10 éve nem beszélünk a nők ügyéről. A női jogok és a család helyett a szexuális diverzitás kérdése van terítéken. Ebbe tartoznak a homoszexuális jogok, a transzjogok és minden egyéb szexuális kisebbségi jogok, az LMBTQ plusz mozaik szóból. Naponta bebizonyosodik, hogy csak egy ideológiáról van szó. Könyvemben erre kívánok rávilágítani, és bízni abban, hogy egyszer majd másként lesz, de addig generációk esnek áldozatul a gendernek. Az MCC egy nagyon aktív közösségformáló erővel rendelkezik Kárpát-medence szerte. Ennek fontos része a nyitott városi rendezvények, ahol közösségüket tudják építeni, mondta Pónusz Róbert, a pécsi képviselet vezetője. Azt a közösséget, aki hisz a párbeszédben, hisz a vitában, hisz abban, hogy ütköztetnünk kell különös és különböző álláspontokat. Ugye az MCC-nek van könyvpiaci tevékenysége is, és tucatjával adjuk ki a könyveket hazai és nemzetközi szerzők tollából. Ezeket szeretnénk minden MCC-s városban bemutatni, és itt köztük Pécsett is. A Genderkomédia című könyv bemutatója kapcsán a német társadalommal is jobban megismerkedhetünk. Németország nincs annyira messze tőlünk, pillanatok alatt szembesülhetünk a gender kérdéssel. Magyarország szerencsés helyzetben van, mondják a szervezet oktatói, mert a megelőzés útját választotta, tette hozzá az MCC pécsi képviseletének vezetője.